korábbi élvonalbeli gólkirályként milyen volt egy ilyen hangulatú rendezvényen részt venni? Milyen érzés volt önnek? Fantasztikus érzés volt és felemelő érzés, hiszen olyan közegbe csöppentem, amivel éltem az életemet, a futball közegébe, az aktív futball közegébe, és nem utolsó sorban gólkirályok között lehettem, úgyhogy nagyszerű rendezvény volt, és gratulálok a Pest megyei labdarúgó szövetség vezetőinek, hogy így megadták a módját, hogy megünnepeljék az amatőr futballban azokat, akik eredményeket értek el, és természetesen nem csak a gólkirályokat, hanem az edzőket, játékostársakat és magát azt a futball közeget ünnepelték, és ünnepeltük a mai este folyamán, akik megérdemlik, akik szeretik a futballt, ahol játékosoknak céljaik vannak, és az ilyen rendezvények segíthetik el, hogy a játékosok még nagyobb célokat és feladatokat vállaljanak, és jó futballistává váljanak. Van esetleg olyan üzenete vagy jó tanácsa, amit útravalóként elmondana az itt megjelent gólkirályoknak? Hát mivel itt elsősorban a szülők emlékeznek rám, és talán a tévéből látnak még ezek a fiatalok, útravalóul azt mondtam nekik, hogy illetve röviden elmeséltem az én életutamat, amely ugyanebben a kis közegbe kezdődött, tehát a Margit-szigeti úttörő stadiontól, hogy jutottam el a Ferencvárosig, majd a magyar válogatottig, és majd Ausztria Wienig. És az volt az üzenetem lényege, hogy higgyenek önmagukban, az igazi siker az önmagad felett aratott győzelem, és ha hisznek magukban, és szeretik a futballt, szenvedélyesen szeretik, akarnak futballisták lenni, akkor a tehetségük, szorgalmuk révén biztos, hogy sok sikert fognak elérni. Köszönjük szépen! Beszédében említette, hogy korábban 20 évet töltött el ennek a teremnek a pulpitusán. Milyen élmény volt újra itt lenni, milyen érzés volt? Hát szerencsére nagyon jó. Én a gyerekkoromban ezeket a képeket a történelemkönyvből ismertem, meg sosem gondoltam, hogy egyszer majd itt leszek, és a pulpitusról egy közgyűlést vezethetek, úgyhogy nagyon jó élmény volt, és ahogy az elején is mondtam, itt egy nagyon jól menő sport élet volt, és a sportiroda a művelődési irodával együtt nagyon sok olyan rendezvényt csinált, amivel a Pest megyei sportolókat tudtuk díjazni, úgyhogy ebbe bele szoktam, és nagyon jó volt újra itt lenni. Véleménye szerint egy hasonló rendezvény előre mozdíthatja a magyar labdarúgást? Hát mindenképpen azt gondolom, hogy a labdarúgásnak van egy nagyon komoly lehetősége. Ahogy itt többen is elmondták, az anyagi és technikai lehetőségei a sportban a labdarúgásnak nagyon jó most. Most tényleg a játékosom és a közönségem múlik azt, hogy ezt hogyan tudja megtölteni tartalommal. Egy-egy ilyen alkalom, ahogy azt Nyilasi Tibor is mondta, arról is szól, hogy nem csak a 48 gólkirályt kell ünnepelni, hanem nekik el kell vinni haza ezt az örömet a csapat minden tagjának, az edzőnek, annak a bácsinak, aki fölvonalazza a pályát, aki locsolja a pályát, mindenkinek, aki segít ebben a dologban. A labdarúgás vidéki viszonylatban egy nagyon családias, légkörű és nagyon összetartó társaság, és én azt hiszem, ebből nőhetnek majd ki olyan labdarúgók, akik a nagyobb csapatokban és a válogatottban az ország hírnevét előre viszik. Köszönjük szépen! Mennyit lendített a pályafutásán ez a gólkirályi cím? Lendített elég sokat, mivel feljutottam Pestre, és már most a Budapest Honvéd csapatában játszok, úgyhogy lendített elég sokat. Hát itt is helyt szeretnék állni, úgy, mint Hevesen, és külön köszönöm nekik is, a lányoknak, a csapattársaméknak, hogy segítettek ehhez a címhez hozzá jutni, és nagy élmény volt, hogy itt lehettem, és örülök, hogy végre a női focist is elismeri az egyesület nagyon. Pest megyei lakosként milyen érzés volt egy ilyen gálán részt venni? Hát nagyszerű érzés volt, mert hát ez messze van igazából Pestről, és külön élmény volt, hogy neves és nagy emberek adták át az díjat. Korábbi élvonalbeli szereplése után mondhatni, hogy szinte elvárás volt önmaga felé az, hogy az előző szezonban gólkirályi és bajnoki címet is ünnepelhessen?
Hát megmondom őszintén, hogy elvárásra hát szerintem nem. Én csak szeretek focizni. Sajnos a korra ugye kilögettem az NB1-es mezőnyből, úgymond elmentem kisebb csapatokhoz, és azt mondtam magamnak, hogy addig, amíg örömmel tölt el a játék, addig focizom, és mit sikerül ebből kihozni. Hát most a tavalyi év az így sikerült, jó volt, jó a csapat. Ezúton is szeretném megköszönni a csapattársaimnak a gólpasszokat, és az edzőnek a jó edzéseket, és hát végül is ennyi lenne a lényege az egésznek. Mi a véleménye arról, hogyha évek múlva visszagondol erre a mai rendezvényre, milyen érzések fogják Önt elfogni? Hát, teljesen jó volt a rendezvény, a meghívottak nagyon jó beszédeket mondtak. Nekem nagyon tetszett, és örülök, hogy lassan 42 éves leszek egy pár nap múlva, és itt lehetek, és köszönöm ezt mindenkinek. Mi is köszönjük. Mondhatni, hogy Ön egy hagyományosan gólerős családból származik, mi állhat ennek a hátterében? Hát szerintem nem a szülőktől örököltük, mivel anyukám ritmikus sportgimnasztikázott, apukám birkozó volt, és egyiküknek sem, egyik testvére sem ügyes a fociban. Úgyhogy ez nem tudom honnan jött, de mind a hárman elég jól focizunk és gólerősek vagyunk. Ennek talán az áll a hátterében, hogy a szüleik mindent megadnak, hogy sikeresek legyünk, és mindenben támogatnak minket. Megvédte tavalyi gólkirályi címét, sőt idén is nagyon jól teljesít a bajnokságban. Mi lehet ennek a folyamatos jó teljesítménynek az oka? Hát egyértelműen a kiegyensúlyozottság, és az, hogy a csapattársaktól nagyon a segítséget kapok. Főleg abban, hogy szinte csak a támadásokra kell koncentrálnom, ők a védekezést megoldják, és utána igazából hát bíznak bennem, és ugyanúgy segítenek nekem, és az edző is nagyon segítőkész. Köszönjük szépen!